Elfogták a rendőrök azt a budapesti férfit, akit csak nem egy éve köröztek szexuális erőszak miatt. A BRFK munkatársai egy 16. kerületi lakásban találták meg a bujkáló férfit, aki 6 éven keresztül molesztálta a saját nevelt lányát. Megrázó történet következik. A most 48 éves férfi 2009 és 2015 között, tehát 6 éven keresztül ajándékokkal, bántalmazással, majd zsarolással vette rá kiskorú nevelt lányát arra, hogy kiélhesse rajta szexuális vágyait. A bűncselekmény sorozat kezdetén a gyermek még nem töltötte be a 14. évét. A férfit 2015 nyarán elfogták, a bíróság letartóztatta, de fél év múlva, 2016 márciusában szabadlábra helyezték. Eleinte rendben megjelent a tárgyalásokon, 2020 nyarán azonban eltűnt. Az ítélet hirdetése sem ment el, távollétében 13 év fegyházbüntetés kapott. A fővárosi ítélőtábla ekkor Magyarországi európai és az egész világra érvényes nemzetközi elfogató parancsot adott ki ellene. A férfi azért, hogy megtévesze a hatóságokat, közösségi oldalán lakóhelyként egy németországi város tüntetett fel, és olyan információkat tett közzé, amelyek arra utaltak, hogy nincs is szándékában visszatérni Magyarországra. A BRFK fejvadászainak azonban gyanús lett a dolog, és alaposabban utána néztek az N. László közösségi oldalán található információknak. Kiderült, hogy az adatlapja csak a hatóságok félrevezetését szolgálja. A férfi valójában Budapesten bujkál. A budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési nyomozói kiderítették, hogy a férfi egy 16. kerületi lakásban rejtőzik, és elfogására külön akciót szerveztek. A férfit március 25-én délután lakásán el is fogták. A rendőrök a férfit előállították ide a 16. kerületi kapitányságra, ahol őrizetbe vették. A szexuális erőszakkal vádolt N. László mostantól letartóztatásban várja ügyének másodfokú tárgyalását. A híradót Vígandrás tudósította.